Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a Witcher 3-at. Így most ezen az esti órán. Szevasz Miska, örülök, hogy itt vagy. És hát ezt fogjuk most csinálni. Nem tudom meddig. Azért este az ember már elég fáradt, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül, meg hogy haladunk. De azért csinálgatjuk, ugyanis haladni kéne elég ütemesen, de erről majd beszélünk, meg majd meglátjuk, mert hát lassan kezdeni kéne a következőt, amit be kéne fejezni novemberig. Sűrű a program. Jó. Na, úgyhogy hol is vagyunk? Ugye itt hagytuk abba, ha minden igaz. Így van. Jó, úgyhogy hát nyilván mivel itt hagytuk abba, azért innen folytatjuk. És továbbra is itt vagyunk Skelligén, és sidequesteket fogunk csinálgatni. Legalábbis, ha minden igaz. Mégpedig úgy, most rápillantok a térképre, hogy azért még van elég sok felfedezetlen terület. Illetve nagyon sok kérdőjel is. Hát mondjuk a kisebb szigeteket aránylag már végignéztük, mondjuk ezt még nem. Szóval az lesz a koncepció, hogy ami questünk most itt van, azokat megcsinálgatjuk. Nagy részt. Illetve csinálgatjuk a treasure huntokat. Tulajdonképpen ezeket a school gear-eket fogjuk keresgélni. És menet közben, hogyha belebotlunk valami tennivalóba, akkor azt tesszük. Jó. Ezzel még szerintem ma meg még a következő streamben el leszünk, mert azért ez még eltarthat egy darabig, mire szépen végigmegyünk és megcsinálgatjuk. Aztán meglátjuk, hogy milyen szinten vagyunk, és attól függően vagy elkezdjük a kiegészítőt, vagy sem. De ezt majd meglátjuk. Na, úgyhogy ott hagytuk abba, hogy ezzel a morcos druiddal fölvettük a kapcsolatot, oda mentünk hozzá beszélgetni. Úgyhogy akkor ezt kéne most nekünk csinálni. Ránézek, valamit, igen, össze kell gyűjteni egy pár dolgot. És ugye látszik, hogy ez tök jó nekünk, ugyanis hát mondjuk itt a pusztában éppen nincsen semmi. De mindegy, viszont itt azért van. Van egy kis falu, vagy micsoda. Hova. Illetve itt van ez a városszerű valami, amit rögtön meg is látogatunk. Jó. De előbb megnézzük, hogy az inventoringban rendben van-e minden. Ja. Jó. Akkor ez rendben van téve. Úgyhogy akkor csináljuk is. Csak meditálok egyet, hogy lássak is valamit, mert sötétbe nem a legjobb. Jó. Na és akkor itt elvileg van egy fast travel point. És akkor ide jövünk emellé a kis település mellé. Hát, hogy lenne ez jó. Még előtte beugrunk ide. És akkor innen. Az valami nagyon erős volt, halálfej volt rajta. Mondjuk ebbe az erdőben, ha jól tudom, vannak ilyen nagyon erős szörnyek. Aha, és ide jövünk. Na vajon mi lehet itt? Ez ilyen... Sawmill. Hát akkor, ha már adta a questet, akkor nézzünk szét. Human bones. Guess they're all that's left of the lumberjacks.
Egy random lesen. Hát ha már belénk kötött, akkor... Oké. Hát olyan különösebben nem kell szétnézni. De azért ide benézünk, hogy mi van. Egy levél egy druidtól. Hát annyira győzködő, hogy nem ők voltak, akik ezt csinálták. Hát jó. Hát nyilván akkor gondolom ez a lesen volt. Sok lehetőséget nem hagyott, muszáj volt megölnünk. Hát meg kilútoljuk a helyet, ha már itt vagyunk. Itt is egy láda. Itt meg a favágónak a feleségéhez írott levele. Hát félt, valamit hallottak, hogy meg elvitte a barátját is valami. Aha. Ide is be tudunk jönni. Itt egy könyv. Egy könyv, Geralt. Hát igen, a lesen nem akart, hogy kivágják az erdejét. És emiatt... hát elkezdte csipegetni a favágókat. Jó. Ide még benézünk, de... itt már nincs semmi. Úgyhogy akkor mehetünk is tovább. Csak visszakattintom a questet. Mindig jobb klikket kattintok most, mert megszoktam a játszok az Anno 1800-zal, és ott a jobb klik, amivel a térképen lehet mozogni. Elnézést ezért. Jó sok időm van játszani, mi? Mondhatnátok. Van egy rejtett kincs, csak összeszedjük ezeknek a szépségeknek a maradékát. Itt egy pasas.
Hát sajnos haver nem értél hozzá. Na elvileg itt van akkor valami kincs. Biztos, hogy a vízbe. Hát hol máshol lenne. Hát ha innen látjuk. Á, ott piroslik a ládika. Pénz. Az mindig jól jön. Meg egy jó kard. Az is mindig jól jön. Oké is. Na és akkor a következőnél megyünk jobbra. Erre? Igen, erre. Blunder. Na, még jó, hogy itt vagyok. Got a contract for me? Might do, if you're willing to partner with me. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga, Jenga Fred himself. Jó nagy a... I'll bite. Szája. What's the famous Jenga Fred need a witcher for? I'm guessing you're a man of the world. Perhaps you've come across the Grossbart brothers in your travels. You hunting them? Aye, quite the rogues they are. Three of them, and everyone's got a pack of rapes and murders under his belt. Even took to grave robbing lately. Easy to recognize on account of the yellow caps they wear. Folks see three yellow tops, they flee to their huts. Which don't help much, of course, because they're also fond of arson. No, haven't met them. If you do, mm-hmm. Tread careful. They're quick to stick a knife in a man's gut. Often just by way of greeting. Doubt they'd try that with a witcher. You never know with that lot. Right, well I head south soon. Haven't looked there yet. Fare you well. We might meet again someday. Hát, ez nekem jön. Hát igen, ez itt van lent. Mondjuk ide majd eljöhetünk, mert ugye ide is kell jönnünk, meg ide a pusztába is. Jó, oké. Csak ha már itt vagyunk, akkor ezt elintézzük, meg szétnézzünk itt a faluba, hogy mi újság van. Disznók vannak, az fontos. Brócs már kieszi a helyieket a pénzükből. Illetve itt van egy hirdető. Kontrakt. Nagyon jó. Hát elmentek a bányába és nem jöttek vissza. Nem is tudom, hogy ez hanyos szintű. Ó, hát ezt is simán megcsináljuk majd. Jó. Oké is. Na, van itt még valami. Följünk ide. Kis kulipintyó. You were there in the keep when the weirbears attacked. Jó kis háza van a fickónak. Még én is elfogadnám. Bár nem szkeligén, de... Jó. Na. Ide jövünk. Geralt the Giant Slayer.
Ez itt a falu alsó. Tehenek vannak. Right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant. Sometimes even by my name. Geralt of Rivia. A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Grimmest wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him. For old time's sake, but I've more important matters on my mind. Na mesélj. Look about you. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass and pastures has withered. Sheep are starving. I must bring rain. But fear that... Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather is not one of them. I have in mind a different skill, involving your soul. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely, in fact, that I could use a defender myself. Okay. What do you say? Tehát segíteni kell neki, mert majd elkezd esőt idézni, sure, és jönnek majd a szörnyek. Why did you go see Grimmest afterwards? Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Remélem jó fogletek jönnek, mert azokat amúgy is imádom. Na. Birkák is kellenek, vagy? Animal sacrifice. Should we burn folk at the stake as they do on the continent? Better a sacrifice of goats and sheep, I think. Na lássuk. Skooka Svarm! Fatna Hala! It's starting. Így foglet. Jó ez a kötszurkálás. Ó, rossz gomb. Nem a ketet akartam benyomni. Na vagytok még? Ja, ott vannak. Bocs is rád, csak véletlenül ketet nyomtam be a healnek. Azt hittem, hogy kaja van betéve. Így egy kicsit nehezebb. Kutya segít valamennyit, de kb. Annyi damage-e van, mint hogyha Driss segítene. Jó. Not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets. They weren't small either. Ah, yes. Unfortunately, they always emerge. But perhaps that's for the best. For the best? Why? If manipulating the weather carried no risks, it'd not give me peace. Make it rain, make the sun shine. Some would want storms, others a sea calm as a pond frozen over. This way, oh. Folk petition me only when their need is great, not because they've had a whim. I get it. There are times I wish I didn't have to chase this Necker or that Drowner. Jó. Will you go see Grimmest now?
With pleasure. After a storm of those proportions, I shall gladly have her to help him with his ritual. Till then. Oké. Na. Akkor ez is megvan. Összegyűjtjük itt a... Hát nem a vetést, hanem a szörnyeknek a maradékát. De mindjárt meditálok egyet, hogy elmúljon a kettnek a hatása. Jó. Na. Rendben. És akkor megyünk tovább. Ugye... Ide a pusztába. Hát jöjjünk erre, megnézzük mi ez a kérdője. Áttökön passzuljon, ahogy szoktuk. Bocs. Ah! Oh, hogy mögöttem is van. Úgy nem ér. Na gyertek! Jó, és még van itt ez a... Jó. Oké is. Nincs messze. Hát menjünk. Azt mondta, megjutalmaz minket valamivel. És most szedi le. Na jó. Eddig akkor körülnézünk, hogy ezeknél volt-e valami. Értelmes. Hát... Nem igazán. Jó. Itt semmi. Akkor most már jöhetünk ide. Szerintem valami lóverseny van. Szerintem itt lóverseny lesz majd. Csak azt a questet még nem kezdtük el. Erdőben. Na csak megtaláljuk az ősvényt. Na most vajon lent van vagy fent? In the woods. Hát akkor gondolom fent. Nézem a questet. Nem, pimpernelt kell keresni. Hát ez valami növény, most én meg nem mondom nektek hirtelen magyarul, hogy micsoda. Pimpernel. Majd ha látjuk, akkor talán. Pollen on the leaves still. Someone picked the bloom recently.
Oh. Another seeker of Pimpernel. Another? Grannis has sent countless young druids into the forest. They emerged drained, with a blank stare, and with no flower. And they never speak of what happened. I've asked Grannis to stop the folly. He looked at me and laughed. But the fun's over. One of our novices, Ramond, has failed to return. I've come to find him, alive or dead. Mm. What do you know about this forest? Not much. Funny, isn't it? A druid should know every tree, every bush. But even we know not to venture to some parts of the isle. We can subdue animals, but not monsters. And the word is, one has made its lair here. A Leshen? An Axebrim? Sadly, I don't know. As I said, those who have entered do not speak of who or what they saw. Listen, you're looking for a druid. Food chest as I do. Let's go in together. Why not? I could use the help of a tracker. Lead the way. Flower. Yo. And petals. Hoofprints. But a biped's. Mm-hmm. Hát akkor kövessük ezeket a nyomokat. Ezek is minden le van szedve. És természetesen... Bocsi. Oké. Jó. Még egy volt. Jó. Na, hol vannak a nyomok? Itt vannak. Na, és még arra is lesznek farkasok. Hát majd meglátjuk, hogy merre kell jönni. Itt föl a hegyre. Na, nem. Elment, jó. Hát akkor... Vagy megtámadt ott a... Ja, hogy ott van egy arakasz is. Vagy mi a jó isten. És azt támadta meg a druidot. Vagy ezt a fickót. Jaj, de jó. Jövök. Ez a fasz inkább csak föltart amúgy. Na. Oké. Menjünk tovább. Tudnám, hogy hon voltak a nyomok. Jelöli a térkép, annyiból szerencsés. Na nézzük. Erre jöttek. Aha. Footprints. Some fresh, others faded. All leading in the same direction. Oké. Oh, no, no. Oh, stop, please. Oh, this is great. No! No! Stop! Please! Stop it! That tickles! Two can play this game, you horny goat woman. Unhand him, hellish creature. Ramond, step away from her. Ah, calm down. I've not been harmed. I came here. You don't know what you're saying. She's cast a spell on you. Nonsense. I need no spell. These boys come here themselves. In fact, I must use magic to drive them away, make them go home.
Only Ramond was nice, so I let him stay. I see through your lies. Your wretched charm won't work on me. I shall kill you here and now, monster! No, no. I don't see any reason to kill her. She's a monster, sure, but a sentient one, and basically harmless. No such thing. Just as there's no dry water, no coal fire. Oh. But if you'll not help, very well. I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return. With one who does not carry a sword for show. Why did you take my side? I'm afraid you'll be sorely disappointed. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Nem kérdezem meg, hogy miért nem. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I shall take you myself. And you, Ramond, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? You mean blue? No. Indigo is indigo. Ezek a színek. Hány szín van? Kettő? Három? Na jó, nyolc. Why you need all these flowers? Nosy, aren't you? Wait and see. Neki van pimpernelje. Meg patája. Pretty, don't you think? Bellflowers, violets, kingcups, pimpernels. I must pick some edelweiss. Ah, az edelweiss az jó. Take one, but no more. I've put a lot of work into making this cavern cozy. Jól néz ki. Már csak meg kéne találni, hogy hol van. Ez az. Szuper. Hát kösz. Menjünk. Impernel. Na, akkor most már, hogy ez is megvan, akkor mehetünk ide a Distillery, szeszfőzde, mondhatjuk így. Hát ezen az úton jövünk, megpróbálunk itt a hegy oldalba elmenni rócssal. Ne kellene olyan nagyot kerülni. Bár igen, hát Skelligén ezek azért nem olyan egyszerű dolgok. De még a végén sikerül. Hol vagyunk? Igen, itt kell egy erős balos. És pont itt a temetőnél, ahogy szoktuk. És már itt is vagyunk. Itt jövünk fel a hegyre. Már úgyse nagyon tud menni, úgyhogy akkor megyünk gyalog. Ó.
már csak így van. Ne baszogass drócsot, légy szíves. Jó. Ez is megvan. Oké. Jó. Meditálunk szerintem egyet. Mint a szintet léptünk volna. Ami mindig jó. Na, már 77-esek vagyunk. Az szuper. Ez egy régi szeszfőzde. Hát úgy néz ki, hogy a levegőbe repült. Meg van itt egy kutyaház. A chapel here? A strange idea. Kápolna. Ja, hogy itt van bent az eszfőzde. Ah. Értem, akkor ez csak egy ilyen kis kegyhely volt. És egy kükloksz. Jó combos vagy, haver. Ez nagy baj. Beragadtunk. Igen, ha a sarokba szorít, az nem jó. A mai első halál is megvolt. Reméljük több nem lesz. Sok legalábbis. Na hát akkor kezdjük újra. Együttés. Az jó. Az együttés. De szerintem amúgy megnézem, mert mintha nem lenne bent egy képességünk. Bocsi. De benn van. De akkor miért nem működik? Na mindegy. Megyünk. Újra. Ja, működik. Na most bebukol. Mindegy. Cyclops won't bother me anymore. Can look around peacefully now. Ez így van. Kis zöld penész, az mindig jó jön. Aha, itt vannak kapcsolók. Megvan. Üstök. Meg szesz. Hát egy szesz fűzdébe ez azért nem olyan meglepő. Jó, hát valahogy be kell üzemelni majd itt a szesz fűzdét, tehát az üstököt. Üstöket. Csak jó lenne valami doksi. Got lucky. Bit of mash left. Jó. Erre gyere, Geralt.
mint hogyha lenne egy láda. De csak út. Csak. Jó, hát itt nem voltak instrukciók. Fönt. Lehet akkor valahol máshol van. Hát ezt ki lehet nyitni. Hát nincs benne, nincs semmi. Ezt is ki lehet nyitni. Hát nem akarnék tippelni, hogy hogy kell. Mondom, ennek majd alá kell gyújtani. Aha, mint hogyha itt még lenne egy ház. Vagy valamilyen kis szoba. Lehet, hogy ez az iroda. Igen, biztos, hogy ez az iroda. Á, és itt vannak irodák. Parchment's a little faded, but legible. No. Jó, tehát először is tegyük be az alapanyagot. Gyújtsunk alá. Üjtsük le a kondenzátort. Először húzzuk a jobb oldali kart, aztán a bal oldalit. Azért mielőtt odaérünk, még elolvassuk még egyszer. És itt van még egy könyv. Egy napló. És a Kyklopsz jött szeszér. Jó, na, akkor a mest fölvettük. Na nézzük akkor, hogy mit is kell csinálni. Ezt így van. Na, be kell helyeznünk a mest az evaporátorba. Alá kell gyújtani. Le kell üteni a kondenzátort. Majd a jobb és a bal oldali. Jó. Hát gondolom. Here's where the mash goes, probably. Jó. Betesszük. Done. Now to boil the mash. Igen. Alágyújtottunk. Jó. Ought to be enough. Time to cool it down. Ezt itt tudjuk szerintem megtenni. Vagy hol? Vagy ez kell a karokkal. Ebben a jobb oldalit mondta, ugye? Ez a jobb oldali. Ez pedig a bal. Well, well. The distiller. És hol a cucc? Ah! Szuper! Tökéletes! Jó, 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 jó. Hát ez fantasztikus. Jó, mehetünk vissza a Grimisthez. Mindjárt még ránézek a térképre. De szerintem erre már... Hát itt van ez a másik quest, akkor ezt megnézzük. És utána megyünk Grimisthez. Így van ezt. Mert látjátok, ez itt van a hegy túloldalán gyakorlatilag. De hát fast travelünk ide is, innen megyünk föl. Jó kis eldugott szeszfőzde fönn a hegyem. Föl tudok én itt menni? Talán itt.
könnyen lehet, hogy csak amonnan kéne. Mindegy, itt megpróbálunk itt fölmenni. Hát... Nem sikerült. Akkor lehet, hogy csak amonnan kell. Ha csak nem a barlangban vannak. Nem, mert fölöttem írja. Akkor visszamegyünk, megpróbáljuk onnan. Bár meglepődnék, hogyha onnan sikerülne, de hát ha... De akkor honnan lehet oda átmenni? Csak innen. Esetleg itt a barlangból ki lehet valahogy jönni. Na menjünk még egyszer, próbáljuk meg onnan. Vegyünk ide a barlangba, és hát ha azon keresztül sikerül. Jobb ötletem nincs. Na. Akkor inkább a ketet nyomjuk. Ó! Oh. We meet again. So, you change your mind? Want to hunt the Grossbart brothers with me? Easy coin for you. Yeah, we can hunt them together. Grand. Let's get going then. I've picked up their trail. They shouldn't be far. Gyerünk. Egyszerűbb volt, mint gondoltam. Hát azért még a végére bevert egy jó nagyot. De nem baj. Ti látjátok? Thanks. Once is enough. So long. Viszont ha már itt vagyunk, azért csak körülnézünk. Ezt nem akartam most feltétlenül megtalálni, de nem baj. Csirkecomb, az jó jön. Kis nyersanyag. Hát azért nem sok minden. Még van egy láda. Vagy hordó. Jó. És még ott. Itt is van egy... egy jó kis kard. Hát, nem sok minden. De hát, ez van. Erre mi lehet? Erre van egy kijárat. De most erre nem jövünk. Vagy erre jövünk? Hát erre jövünk. Viszont akkor ezt is kilútoljuk.
Jó. És elvileg itt van a fast travel point. Úgyhogy akkor most már mehetünk vissza a... ugye a Grimisthez. Ide. Jó, meditálunk egyet, mert a cat még mindig ad. És akkor... mehetünk. Did everything you asked? Phenomenal, my boy! So, Frithjof, shall we begin? The sooner the better. No. We've a long night ahead of us. The ritual is only for members of the Inner Circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. Will you finally tell me what the ritual's about? Nay, nay. No one likes a meddler. Suffice to say, it's a burning matter now. Shame! Jó bunkó vagy. Várjak holnapig. Jó, most hajnali 4. Még szerencsé, hogy tudunk meditálni. Hát meg dobjunk rá még egy kicsit. Jó, na, lássuk, hogy mi történik. Be vannak... From Moss Gordon and spirit from Hail Hell. Good times, Frithjof. Good times. Finally, something other than damn potions and transmutations. Guess the ritual's not over yet. Gerd, I thought I told you to stay outside. Only druids in the Inner Circle. Smirkle, smirkle. Let the boy have some fun. He's earned it. Fine. Pour yourself some. Gerd, let the lessons begin. Hát... ugye egyetem. Drink hard and study hard. I like the idea. Yeah. I call it stimulation and assimilation. First you stimulate, and then... you assimilate. Shut down. Let's start with ingesting toxins. Best approach, practice makes perfect. I've practiced a lot already. I'll make learning my secret method easier. Look, you take the potion like this and gulp. Who said old age is a burden? No. Hát egy kicsit be vagyunk. De csak egy kicsit. Na jó, akkor ez is megvan. Akkor nézzük, hogy mi van még itt nekünk. Ugye itt van lóverseny, üklözőverseny. Ezek Gwent, az nem érdekel. Hát akkor kontraktozzunk. Így van, kezdjük ezzel. Igen, itt pikkeltük el egyébként a kontraktot. De föl is mentünk a fickóhoz, oda kell akkor most mennünk. Sehr zu
De ez a fickó az, aminek ilyen, amelyiknek ilyen frankó háza volt. Köszi Miska, hogy szólsz. Csak nem hoztam be. Egy perc türelmet. Itt is vagyok. Köszi, hogy szóltál. Ki ne száradjak. Vacsora után megettem egy negyed dinnyét. Olyan nagy veszély nem fenyeget azért. Sőt, épp az ellenkezője fenyeget. Hát Miska, mire jó a csatorna pont? Hát például ilyenre, hogy kicsit interaktívabbá teheti a dolgot, meg... hát például ott van ilyen, hogy sub-only módba tudsz üzenetet küldeni, mondjuk nem nálam. Highlightolni, meg ilyesmi. Ilyesmikre jó a csatorna pont. Meg például olyan komolyabb streamereknél van ilyen, hogy mit tudom én, 1v1-ezik veled valamilyen játékba, és akkor az mint egy 200.000 pont. Tehát ilyen kis, mi ez? Gamification? Talán gamificationnek mondanám, hogy nézed, gyűlik a pont, hát olyan, mint a pontgyűjtőkártya, tudod. Na nézzük. Greetings, Watcher. Hear about the missing miners. Might be able to help. What happened? Well, we'd heard tales of silver in the northern hills. And seen as coins needed to ready long ships for raids, we sent a few lads to see how much truth was in the tales. And, well, they've yet to return. Így van. Nagyobb uri, nagyobb ücsi. Itt fogyasztjuk az út kellős közepén. Might not be much silver in the hills, but there are monsters, definitely. I'll see if the miners came across any. Thank you, Witcher. Körülnézünk. You were there, in the cape, when the weirbears attacked. Semmi közepén. Nem tudom, hogy itt voltunk-e már, de szerintem igen. Na mindegy, akkor erjünk ide, megnézzük, hogy a tojás, és akkor beugrunk még majd ide. Ha már úgyis erre vagyunk, mondjuk akkor majd már feljöhetnénk ide is. Jó. Menjünk. De hát menjenek gyalog az állatok. Csapassuk. Ez Kelligén tényleg veszélyes, ez így, hogy torony irányt megyünk, mert jön egy nagy hegy. Meg hát a torony irányt lehet, hogy... lehet, hogy hosszabb. Ha. Itt van egy Guardi Treasure, akkor ezt megnézzük előbb. Halljátok, büdösek vagytok. Oké. Ez egy nagyon érdekes bug. Föntette le a maradványait a szörnyeknek. Hát... jó. Ilyen kis indie játékfejlesztőknél belefér a hiba. Jó. Nézzünk szét. Hát ez egy sírhely. Kis sírablás az mindig jó így. Csütörtök estére. Egy jó kis kard volt benne. Rendben van, mehetünk.
Jóha. Ez a nekkerek, ez ilyen nettó időrablás. Hogy van itt egy felborult szekér. Na nézzük. Mi történhetett itt? Itt van József. Hát igen, egy Cyclops ellen nem olyan egyszerű. Akkor még friss a helyzet. Ennyi? Hát egy túlélő. Blood hasn't even dried. Hát keressük meg, hát ha. Blood hasn't even dried. Hát erősen vérzik a fickó. De még hát ha él. Definitely came through here. Definitely came through here. Na jó, de össze-vissza. Oh. Another victim. Hát nagy a szegénység, és akkor őket küldte így. Aha. És akkor vigyük el Kertroldira a levelet. Hát oda most éppen nem megyünk, majd a mai nap végén elmegyünk azért nyilván a felszerelés rendbe tenni, de most még nem. Hát akkor elvisszük a levelet, persze. A rossz hírrel. Jó. De menjünk tovább. Szerződést csináljuk. Itt vagyunk már közel elvileg. Aha. Itt van a camp. Miner's camp. Could find some clues. Hát nézzünk szét. Lábnyomok. Human. Meglepő. Had a rich vein. Something went wrong. Mm-hmm.
Hát egy kis ezüst elvisszük. Kövessük a lábnyomukat. A farkasok. What now, you piece of filth? Hűha! Vajon a farkasok szedték-e szét őket? Itt volt egy test. Így van. Na nézzük. Tehát valami tompa tárgy okozta a sérülést. Sok-sok vér. Nem, vonszolta a lábát. Hát egy farkas azért nem töri el a lábad. Wind didn't fell these trees. Something else did. Something big. Tehát valami nagy. De jó. Bevonszolta magát ide. Crushed bones. Human bones. Hát de gondolom ez nem ő. Ó, egy rock troll. Hát beszéljünk vele, aztán mesélj el nekünk, hogy ugyan miért ölte meg a bányászokat? Hát... arról volt szó, hogy beszélünk. Exactly. Why do you wham 'em? Things in wood troll house. Trolls say outmans, but they wham a wham troll rocks. So troll wham too. Mhm. Tehát igazából ők mentek be a lakhelyére. From what you say, they were asking for trouble. I'll let it slide this time. But kill any other humans, and I'll come back and cut off your head. Understand? No. Words are words, many. Hurt him. Nem érti. Wham a wham mans again. I'll swish a swash a swunk you. Oh. No more troll wham. Ennyi. A trollokkal így kell beszélni. For be good man, and no swish a swash. Az igen. Ez most valami bug, vagy... vagy mi a... izé volt ez? Akkor még egyszer. Hát ez úgy volt, hogy elengedtük. Na most meg beleugrottam a fejésbe. Mi történik? Újra. A semmiből átment ilyen full izébe. Ellenségbe. Stop it. I want to talk. Wait. Na. Jó. Itt elmondja.
Let this slide. From what okay. You say, they were asking for trouble. I'll let it slide this time. But kill any other humans, and I'll come back and cut off your head. Understand? Jó, ezt nem érti, mert... No. Words are words, many. Túl sok a szöveg. Earthhead. Elmondja egyszerűen. Wham a wham man's again. I'll swish a swash a swunk you. Oh. No more troll wham. And this man take for be good. Ad valamit? And no swish a swash. És megint. De mi... Biztos valami bug amúgy. Vagy azért, mert vérzik. Tényleg nem akartam megölni amúgy. Mindegy, ha már így alakult. Na, ez biztos valami bug amúgy. Hát... Megbeszéltük, hogy... Elválnak útjaink békében. Hát mindegy. Nézzünk szét itt akkor. Éppen főzi a vacsorát. Szomorú ez. Csomó hamu, az nagyon köl. Jó. Itt van egy zsák, az gomba. És úgy nagyjából ennyi. Ja, akkor mehetünk. Hát tényleg nem akartam megölni amúgy. Hát ez van. Jó, hát akkor visszamegyünk a Rewardért. Üh, de jól néz ki. Kis... Kis hegyi tó. Jó, na, gyere Rócs, és akkor utána elmegyünk, elpikkeljük azt az utolsó helyszínen lévő kontraktot is, ott még volt egy Ranavikba. Házhoz jövünk. Greetings, Watcher. Found your miners. They went in a troll's cave and started mining while the troll was home. Didn't any? No. Troll won't be any more trouble though. Small comfort. Still earned my reward. Yeah, here. Safe journey to you. Odd, that one. Hát, ha már így alakult, akkor... Jó. Move it. Pontosan oda megyünk.
tail in this. Sick bullets of it. Well, my dad's on fighting the one. Jó, és itt van még egy kontrakt valószínűleg. Mond. What is it? You're clearly a fighting man with many journeys neath your belt. I'm in need of your help. You see, it's me Sonny. I'm worried. Left home a fortnight back and hasn't returned. Will you see what's become of him? Még csak most aggódik, mert két hete nem jött haza. Elkezdett aggódni. Hát, csináljuk. Where should I look for your son? East of here. It's the ruins of the fortress. He went there with some rogues from Pharaoh. Met him at the tavern. They filled his head with nonsense. A rossz társaságba keveredett. I said, Sonny, Pharaoh folk are liars to a man. You shouldn't fraternize with them. He knew better. How'll I recognize him? All I know is he doesn't listen to his father. Pretty typical for his age. His name's Olve. A cheerful lad. A bit of a lisp. Nothing special about his looks. Except last I saw him, he was wearing a yellow tunic. Yellow tunic. None other like it in the village. Got it from me a year back, on his birthday. That ought to do it. I'll look around. No promises, though. Megnézzük, hogy nem. Na nézzük ezt a hirdetőtáblát. Ha valaki elátkozta az illetőt. Jó. Ó, és itt lehet lóversenyezni. Jó. Hát ezt most nem csináljuk, ezt majd máskor fogjuk. Illetve majd ezt a knittinget, knitting. Ezt is majd mindjárt. Na, hova kell menni? Ó, ide. Hát akkor ezt fel is derítjük itt ezt a környéket, meg ezeket a kis kaibákat. Remek. Csillen a fickó. Itt már mint... Itt lehet, hogy itt... Ja, itt voltunk, igen. Voltunk? Mint itt lett volna bezárva az a pasos. Bár lehet, hogy nem. Jó, vagy lehet, hogy ez a knittinges? Amit elpikkeltünk, kontrakt? Nay, my prayers are in vain anyways. Ah, igen, akkor ez az. Mondjuk akkor, ha már itt vagyunk. I am. Look, see it lying there. A horse head on the pole. That's... A knighting. Kind of curse. Knighting. They're nothing to scoff at. Can bring misfortune, even death. Aye. And the name carved upon it is Tialva, my firstborn. Oh, he's feverish, grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but no luck. I can help you, one of two ways. First, I can try to convince whoever put up the knighting to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Mm-hmm. Guess I gotta investigate. Jó, hát akkor nézzünk szét.
Nézzük meg, hogy ki lehetett, mi lehetett. A Nithing. A powerful curse. Name carved on the shaft. Tjalve, son of Lothar. Trails fresh. Might want to look around some. Hát kövessük akkor a nyomokat. What is this? Woman's shawl. Distinctive pattern. Distinctive smell. Hát kövessük akkor az illatot. Gerált. Jól vagy? Elmélázott egy kicsit. Erre jön az illat. Ó! Nem, nem ő. Vissza a faluba. Too many scents. Can't follow my nose any further. Need to ask around about the shawl. It's managed to contain the curse. The pestilence still blows in the winds. Don't make me lovely scar. No mind for it. Wanna see mine? Like it here. Friend of the Isles, see if you're a common folk. Körbe kell kérdeznünk, hogy ki lehet. Greetings. Greetings. Mind if I have a look at your herbs? Hát gondolom nem ez az. Ez cuccot árul. See ya. Fare thee well. Bár ettől még lehet ő. Friends we show heart, foes we show our axe. Remember that. Eh? Hm? Ó, hogy valaki segítsen már. Öreg. You're not that scary. Oden. Yeah. Who's that? Te? Witcher, eh? Senki nem segít. Oh, what a sword. Like it here. Aye. What's it you need? Any chance you know who wore this shawl? Of course, Yona, our herbalist. Ah, csak ő volt akkor. In that hut. Oh, she'll be pleased you found it for her. Abban biztos vagyok. Yeah, real pleased. Köszönöm úgy. Na, Gizike. Found your shawl near Lothar's house by the night you put up there. How did you know? Had a hunch. Thanks for confirming it. You know Tjalva's got one foot in the grave. Good. That bastard should never have been born. Me, I was to be Lothar's bride, but he cast me aside for that flounder. Getting his comeuppance now. Him and that whole plowing family. You'd kill a child out of jealousy? Are you serious? It is not jealousy, but dignity that matters here. 10 years we lived side by side. 10 years I cooked for him, washed his breeches, shared my bed. And he abandoned me with nary a word. At my own village there. Laughed. Stupid Bint Yona let herself be had. No, I have not been had, nor have I forgot. Want you to lift the curse. I mean it. Fine, I'll do it. But I've my terms. Lothar's to renounce his son and come back to me. There. I'll be sure to tell him, but I think we both know what his answer will be. Tehát, hogy tagadja ki a fiát, meg fogadja őt vissza. Hát, mert ez olyan, hogy egy gyereket csak így eldobsz. Na, mindjárt kitaláljuk, hogy mi legyen. Mi visszavegyünk Lothárhoz.
Hello? So, you know who placed the knife in? Old friend of yours, Yona. Might have guessed. Jealous bitch! Can't stand to see others happy. So, will she lift the curse? Yeah, sure. All you gotta do is renounce your family and go back to her. Never! My wife, my son, I'd strip them of honor. Condemn them to poverty. You've got to break the spell, Witcher. Let her die! Ugye a kisebbik rossz. You might deserve to be punished, but not this way. Fine, I'll do it. Thanks be to the gods. Don't bring the gods into it. This is between two human beings. No cure for trouble like a witch. J-O-N-N-A. May it be quick and painless. A kisebbik rossz. So? Did it work? It did. Your son should recover soon. And Yona will die. Thanks, Witcher. 1,000 times over. My son's dearest of all to me. I couldn't abide it if he died. Your reward. Will you eat with us before moving onward? No. Not in the mood. Yeah. Na menjünk tovább. Aztán úgyis mindjárt vissza kell mennünk a faluba. Csak akkor csináljuk meg ezt a... Igen, ezt, hogy a fia nincs meg. Ugyanis ez itt van. Itt. Hát még akkor ehhez a házhoz elmegyünk. Nagyjából úgyba esik. Hát, ha itt van valami helyzet, de szerintem itt volt, igen, itt voltunk korábban. Jó, akkor mehetünk is. És ide is jöttünk. Ó. Fang and claw wounds all over the body, but those indicate feeding. He died from a blow to the head. Strange. A fiend. Az nem nem egyszerű. És itt is van. Come on. Ez így a tudatunkat akarja meg maszkurálni, már bocsánat. A vérzés elég nagyot. Az igen. Szeretem az ilyen one-shot bosszokat. Egyszerűen nem fair. Mondjuk elég passzív volt, mert ha most is az lesz. Na gyere! Nem. És de. Na erre mondtam, hogy így a tudatunkat. Hova? Geralt fogalma sincs, hogy hun van. De most jó lesz. Megint nem látunk semmit.
hol van? Ran off to its lair to lick its wounds. Need to track it down. Okay. Need only the entrails. Fussy. Know all they hear. Maybe the fiend dragged him off. Jó, de hol van a... Na lehet arra lent van valahol. Nem hiszem, hogy arra. Erre? Hát nem. Hát innen jöttünk föntről, és miért oda? This way. Vessük a nyomait. Már vérzik is. Jó, erre lesz. Cross to the other side. Hát akkor mi is átkelünk. Szevasz. Jó. Megvan. Oké is. És visszük a trofit is. Jó, 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 jó. Na. Futassuk át itt a fészkét, hát ha megtaláljuk a gyereket. Meg egy kis cuccot. Hát a sárgának tűnik. Must be Obey. Avenged those boys. There's that at least. Hát igen. Srácból nem sok maradt. Egy pár ládika. Jó. Hát mehetünk is vissza, úgy tűnik. Viszont, mintha itt lett volna egy Guardi Treasure, arra nézzünk már még akkor rá. És útba esik. Egy levél.
Jó. Itt van egy ládika, amit hagyott így örökül a gyereknek. Meg kéne keresni. Itt is van. Jó, két kard, meg egy kis nyersanyag. Szuper. Ez meg egy medve. Ha csak alszik, akkor hagyjuk tovább aludni. Mi ezt a szerződést most begyűjtjük. Menjünk vissza Odenhez. Akkor megnézzük, hogy mi történt a lányjal, Jonával. Mi hívják? Ja, az átkot szórta a volt fasziára. Úgy kemény. Greetings. Any tidings? Bad ones. Your son's dead, killed by a fiend. All I could do was avenge him. I told him, son, nothing good ever came out of Pharaoh. Stay home. Your time will yet come for adventures and glory. Your reward. This gold brought me no luck. May it serve you better. Okay. És Jonah pedig itt volt. Ha jól emlékszem. Hát szomorúak. Hát, nem volt jó döntés. Most elválasztani a gyereket a szülőktől, vagy hát az apjától. Jó, na. Ma itt vagyunk, erre pillancsunk rá. És akkor utána megnézzük, hogy milyen küldetések vannak még elérhetőek. De valószínű most már elkezdjük csinálgatni a treasure huntokat. De a kérdőjelre mindenképp ránézünk. Ez scavenger huntokat pontosabban. Ó. Oh. Csak nem. What now, you piece of filth? Jó. Oké, és ez nem kell, meg ez se kell. Rócs, 4-es kegy. Jó van, ne rinyelje. Na, akkor rendben van. Ugye elvileg minden kontrakt el van pikkelve. Hát velemben Novigrádba most nem megyünk vissza, mert az még azért odébb van. Ezek még azért nehezek. Secondary questben van itt ilyen, hogy lóverseny, öklözőverseny, bár az még magasabb szint. Nem akarok sokat szívni vele. Gwentezni nem akarok. Elvisszük a levelet. Azt ne felejtsük el. Ez mind Gwentes. És akkor utána szerintem a treasure huntok jöhetnek. Ugye ez az, amit még
két-három streammel ezelőtt elkezdtünk és nem fejeztünk be. Jó, oké, és akkor iránykert rolde. És akkor, ha már ott vagyunk, megjavítjuk a felszerelésünket is. Blacksmith. Ennek? So you're back. Was right, wasn't I? So long. So it means something. Then ennek kell. Nem? Valami bugi-bugi megint, de mindjárt meditálunk egyet. Hát, ha most már elérhető lesz. Interested in the weapon? There's a tail behind every item I've got. I think I have something that was meant for you. A letter from me mom. Says here me sister's bringing it. How'd you come by it? Hát el kell mondanunk neki. Came across some bodies in the woods, victims of a monster attack. Found this letter on one of the dead, a woman. Sing us dead. Ah, told her and mom so many times, come over, live with me. No, had to stay on Faerun. Gotta send someone to fetch her brother. I'm sorry. Thanks for bringing word. Not every man will go to the trouble. Here, take this. Na. Hát, a rossz hírhozói vagyunk mi most ezen a mai napon. De hát ez sajnos ilyen. Na mindegy, megcsinálgatjuk a... Megjavítjuk a felszerelésünket. Meg eladjuk a fölösleget. Ezeknek neve van, hát mondjuk ennek nem. És nem is tudunk többet eladni. Witch Hunter's Armor, ezt meg akkor dismantle-öljük. Hát a többit azt letesszük a stashbe. Mi baj lehet? Akkor ezt szétszedjük. Jó. Rendben van. Esetleg, ha még van hát van nálunk. Akkor ezeket a nyergeket még eladjuk. Ó, ez kéne. Ezt majd betesszük. Mert bónusz XP-t ad a emberek után is. Vagy a Waterhag-et. Hát nem is tudom melyik legyen. Legyen a Wraith, az szerintem keményebb. Jó. Kösz, haver. Jó. Na, akkor ez is megvan. Mert most ugye egy Fiend trofi van bent, ami csak a szörnyek után ad bónusz XP-t. Úgyhogy most ezt kicseréljük erre a Wraith-re. És akkor emberek után is kapunk bónusz XP-t. Mert kell az XP. Jó. Na, és akkor... Ugye secondary quest már csak Gwent van, Fist Fury meg lóverseny. Kontraktok, ezek... Nem skelligén vannak, és nehezek.
Ugye akkor marad a Treasure Hunt. És elkezdjük a Berskurgért. Mert ebből elvileg part 1, part 2, part 3, part 4, ezek mind elérhetőek. Ja. Max elmegyünk majd Novigrádba is. Na úgyhogy akkor kezdjük. Jó, hát egy legendás Witcherhez kötődő tervrajzok. Na, hát akkor nézzük meg ezt a klán. Tuilszach. Vagy valami ilyesmi. Hol van? Na, ezen a szigeten még amúgy se voltunk. Úgyhogy akkor most épp itt az ideje. Átugorjunk és nézzük meg, hogy ott mi van. Egybe egy questbe dob. What is it? I got a job for you. There's no point standing here in the rain. Right, let's go to mine. We'll talk there. Hát. Menjünk. So what's the matter? You see that knoll beyond the village? Weren't a thing there for centuries. Till one day we awoke, bam! There were a tower atop it. Az igen. And all of a sudden lightning started pounding down. As if the Nargle Fir itself was sailing in. Hasn't stopped to this day. Csak úgy oda termett egy torony. Something's gotta be done. About the storm. With waves like that, we can't fish, nor sail out to raid. You tried getting inside the tower? Have we tried? Very same morn the tower appeared. We went right off. Whole village or nearabouts. Folk wanted to welcome its owner if he came in peace. Drive him off if he came with ill intent. We knocked and banged, but no one answered. Mm-hmm. So we opened the door. And that's when our knees turned to jelly. Why? Because beyond that door was something like a sheet of water. But standing upright. Never seen such a thing in my life. Druid said it were magic. Bízes? Gathered five brave lads, and they all marched in. No sign of them since. Hát nézzük meg. Fine. I'll look into the tower. Once you're in, cast your eye around for the folk from our village. Our druid and five good lads. Ah, it'd be a bitter shame to lose them. You have my word. Heimdall guide you. Hát nézzük. Aha, ott a torony. Csak így ide termett. Hát valószínűleg valami varázsló így elcsinált valamit. Megnézzük. Egyet vissza kézből. De szerencsére megmaradtunk.
Jó, erről nem volt szó, hogy itt ilyen kiklopszok még így... így befigyelnek, de hát ez van. Na, nézzük meg ezt a tornyot. Biztonsági őr. Hű. Ez is nagyot üt. Someone's Samus. Come to free me, and a famous witcher at that. Thank the gods. Végre valaki megismer. I'm damned lucky you happen to be in Kovia. Was it King Tancred who sent you, or the Society of Magic? Neither, and we're not in Kovir. We're in Skellige. Local folk hired me. See, your towers brought a massive storm to their island. We're in Skellige. So we've teleported. Oh, this is much worse than I thought. Mi történik itt? Not sure I follow. Oh, the tower is outfitted with a defensive regulatory magic on. What? A defensive system magic. Ensuring only the tower's owner will use it. When he detects an intruder, it locks down all the rooms, denies access. And since neither of us is the tower's owner, the golem attacked me, and you're stuck behind bars. How do we evade its other charming features? We must deactivate the defensive regulatory magic on. Tehát a tűzfalat ki kell iktatni. Wrote a treatise about removing such defenses. Gottfried's omni-opening grimoire. There must be a copy in the tower. Find it, please. With it in hand, I can try to circumvent the security measures. Send you home and take the tower back to Kavir. Jó, így lesz. De te ki vagy? You clearly know who I am. I don't even know your name. Sigo Bunce. Mage and sorcerer in residence at the court of Pompanis. This tower was to be my new home. Bought it at an auction, you see. A tower at an auction? It belonged to Gottfried Stamfeld, a mage of some renown. When he passed on, his heirs auctioned the edifice off. They were all wary, repulsed. None dared see what Uncle Godfrey kept in his colored jars. If it was their contents that had stripped him of his sense of smell and taken his left eye, they put the tower on the block, along with all it contained. The price was unbeatable. I couldn't resist. Yo. Hogy került ide a torony? My share of wonders, but a tower that teleports itself, that's something new. This defensive regulatory magicon. I tried to access it. Must have heard. Initiated some evacuation sequence. That opened the portal and jettisoned us through to Skellige. This, in turn, naturally generated electromagnetic disturbances. Hence the storm. Storm I promised to dispel. Then you must find Gottfried's omni-opening grimoire.
Voltak itt kelligeiek. From the village came in here, right? Their remains lie beside the goal. They came in a few days past. I was surprised to see their garb. But it just never entered my mind we might be in Skellige. There were just a few, led by a druid. The tower warned them. They failed to heed. Folk on Hon Skellig usually laugh in the face of warnings. If the tower had asked nicely, then offered them a horn of mead, they might have left then. Jó, hát nézzük meg ezt, keresünk meg ezt a... And send this tower home. Where do I look for Gottfried's treaties? Any ideas? The library might be a logical place to start. Hol keres egy könyvet? The key should be in the laboratory. Where's that? As you enter the room opposite, you'll see the laboratory to your left. The library straight ahead. But remember, you're an intruder. The tower is certain to want to stop you. Make things difficult at the least. We'll see who breaks first. Jó. Közben keressük meg, mert mintha azt mondta volna, hogy itt vannak a maradványai a helyieknek, akik jöttek valamit csinálni, bár nem látok semmit. Oh, itt egy láda. A cuccait elvisszük azért a fickónak. Oh, és itt vannak. Gollum probably greeted them too. Yeah. Gollum probably greeted them too. Jó. Hát igen, ez. A Gollum ez egy Witcher, mert. Aquil's countermeasures in effect. Jó, és azt mondta az öreg, hogy azért kell a könyv, hogy ezt a biztonsági rendszert cirkumveniálja. Ez egy könyves polc. Ja, de nem ez az a könyv, amit keresünk. Hát nézzünk vele arra. Jóha. És nincs több healing, ami nagyon rossz hír. Jó, na vagytok-e még? Hello? Itt tehen.
Na jó, hát ha most már befejezi ezt a őrületet. Torn to bits. Nézzünk szét, meggyűjtögessünk. Ott nála egy pipa. Ne kérdezzétek minek. Erre semmi. Erre sincs semmi. Oké. Okay. Na, szerintem meditálunk egyet, hogy legyen healünk. De meglepetés már ne nagyon. Ah, még egy tehén. Jó. Na jöjjünk erre, mert itt még nem voltunk. Akadtam egy kicsit. Egy könyv Tucsonról, egy kulcs a könyvtárhoz. Meg még egy kis könyv. Tudom, oda föl, fönt van valami vajon. Lehet, hogy nem lehet fölmenni. De. Hát, vagy mégse. Jó, mindegy. Haladjunk. Erre még nem voltunk. Oké. Na, akkor irány a könyvtár. Mert akkor ott lesz a könyv. Hol máshol lenne. Ez itt balra. Megint kezdi. For Household Dilemmas Volume 3. This isn't it. Who's who among Kaviri sorcerers? Nem. Ime. Gottfried's Omni-Opening Grimoire. This is it. Looks like he suffocated. Damn tower wants to gas me. Igen, úgyhogy akkor gyorsan még itt kilútoljuk. Aztán tipli, mert hogy... Quiet Golemancy. Gotta keep looking. Nem érgezzen már meg minket a torony. Úgyhogy akkor irány vissza, megyünk ahhoz a mage-hez. És felejtettem, hogy hívják. És akkor odaadjuk neki. Find the tome. This it? It is indeed. Now, back away a bit. I must deactivate the barrier. Isolation chamber open. Disturbing indications of freedom. There, at last. Looked easy. The hardest part is yet to come. We must reach the heart of the tower and cast a deactivating spell. The tower will surely do everything in its power to stop us. Lead the way.
central chamber. Try to hold down the security measures. The defensive regulatory magic. Oké, Szigó, csak haladjunk. Intruder detected. Encroachment detected. Initiating emergency measures. Acute terror control. Körülnézünk, aztán utána beszélünk itt a fickóval. Csak nehogy itt, itt maradjon valami, mert ugye ez a torony, ez hamarosan elmegy innen. Aztán kirútoljuk a helyet. Hát egy pár könyvet elvittünk, oké. Na. Super. Have you not arrived? I'd still be in that cage, surely. It's a trifle, but techie, please, proof of my gratitude. Thanks. Though I'd be more than satisfied if you calmed that storm and took this tower somewhere else. Consider it done. And should you ever visit Korea, do stop by Pomparis. Aburagi, Baratheon. Wait, what are you doing? Megyünk mi is Kovirba? Hát mindegy, kiúszunk. És meditálunk egyet, hogy a ennek elmúljon a helyiek körülnek, ahogy látom. You're alive, and in one piece. Ennek én is örülök. Teach me to fly. Another time, maybe. Never seen such marvels in my life. Boom, flash, tower disappeared, and you was falling from the sky, and the storm, gone in an instant. Now, didn't I tell you? It's what a witcher we needed. Hey, can't do better than an expert. And expert work deserves a fitting reward. Így van. Hát mondjuk igen, a mage kifizetett, úgyhogy. Thanks, but you need that coin a lot more than I do. Not enough that he's handy. He's noble too. Na bezonyára. What? Found a mage in the tower. He was just as eager to take it away from here. Rewarded me generously for my help. If that's so, we've naught left but to say our thanks. Hey, well, if you ever come through here again, stop in. You'll be welcomed with open arms. Thanks. Farewell. Wait, Witcher. Did you happen to see me brother in there? Harn's his name. He went in with the druid and a few other lads. I found your friends. All dead, unfortunately. Sorry. Told him not to go. But he wanted glory. Ah. Let's go home, Njal. No point standing here. Farewell, Richard. Thanks again for helping. A legjobbakat. Jó. Kialusszuk.
És akkor amit akartunk csinálni, ugye ez a Bear School Gear Scavenger Hunt, és akkor ezt most már akkor meg is csináljuk. Ugye, hát ide kell följutni. Hát itt szépen körbe fölmegyünk, meg megnézzük addig ez mi. Akkor lehet, hogy föl is derítjük ezt a szigetet itt. Itt a fal közepe. To think he'd failed the trial of the path. Well, Maida's off fighting the black ones. I recognize your type to the Maida. Trial of Path? You not want to live in shame. Couldn't help overhearing your conversation. Trial of the Path. What is it? An age-old Onskellig tradition. Young men must complete the path. Only then do they turn true warriors. So what's this path like? Old Gunnar can tell you all you want to know about the Path of Warriors. He's the one leads the ritual. Lives at the foot of Mount Ardaclove. Hmm. Érdekel. Hát akkor ide jövünk, de előtte megnézzük ezt a... hát mi az arénát. I know what I'm saying. Tight arse, innkeep, waters the wine. The Emperor's vengeance was... Grand those swords, but I prefer me trusty axe. I want to know already what it is we'll feel us. What are you looking at? Some other beasts? Hát ez egy aréna. Mi meglepő. Lemegyünk akkor ez a fickóhoz. Mi az? A riadalom tárgya. Egy medve? Ó, egy fehér medve. Jeges medve? Fehér medve. Don't worry. If I don't pass the trial, you'll soon forget about me. Tényleg komolyan gondolják ezt. A warrior with two blades. One's more than enough for any who knows how to fight. Best blade's not worth shite if a weak arm. I don't know you. Okos tojás. So what's your problem? These isles were ours alone once. No foreigner dared set foot here. And if they did, they'd not return home. The good days, those. Definitely not for those unlucky enough to land here. You, Gunnar? Who's asking? And why? I want to travel the path of warriors. No outlanders ever dared. But if you've had your fill of life, go on, try. What do I do? Path's got two offshoots. One leads into mountain peaks, the other into the bowels of the earth. Traverse both, and you'll have proved your valor. Mm-hmm. Tell me about the mountain path. It leads along the crest of Mount Ardaclove. You'll find a crimson shawl at the peak. Bring that back as proof you've reached the path's end. Doesn't sound like much of a challenge. Clear you've not spent much time in our mountains. Föl kell menni a hegyre. Másik. Can you tell me more about the underground path? Is a cave of some sort? Aye, but the corridors leading to it are flooded. No continentals ever managed to swim them. Takes training since youth. A lot of diving after pearls. We'll see about that. What else? At the cavern's end, a surprise awaits. Take what you find there, bring it to me. A surprise? What kind? You'll see. So long as you get to the end. So long as the harpies don't get you. Chaposhuk. Well, I'm not scared to try. Not just foreign, but dumb too. Well, no curing that. Well, run to the top of Mount Ardaclove, grab the crimson shawl, then reach the cave. At its end, you'll find something I'm not about to describe. On you go then, show the world what you're worth.
Menjünk, persze. Hát föl kell mennünk a helyre, tulajdonképpen. Ilyen akadálypálya. Senki nem látta. Újra. Srácok. Hát igen, azért látszik, hogy itt próbálkoznak. Szeletelünk. Oké. Na gyere! Elvérzett? Hát ez szar így. Ja, leesett oda. Oké, és megyünk tovább. Ó, még mindig vannak. Na. Rémidegesítők. Oké. Így jó. Megyünk. Nem fél kegyhely. Na várjatok, mert... nem erre kell majd tovább menni, de ránézek csak gyorsan a térképre, mert mintha itt jelölte volna a School Gear-t. Aha. Igen. És ha már itt vagyunk, akkor ide benézünk. Ez az a kastély, ahol... valami nyomot tudunk majd talán találni. Hát ott nem kéne leesni. Erről ennyi. Mondjuk szerencsére föl lehet mászni. Oké. Valami itt lesz. Igen. Van börtön? Oh. Show me what you got.
Okay. Ó, hát erre semmi különös. Itt van egy karesz, meghúzzuk. 4-5 enemy rögtön leszpónol. Hát, ki gondolta volna. Neki találtuk? És itt is van egy. Megvan. És akkor nézzünk be, hogy hát ha... Szárított hal nem kell. Oké. Okay. Shit. Nem olyan vissza tudunk menni. Nem. Hát akkor most már jövünk. Azért itt körülnézek. Még nincs semmi, úgyhogy megyünk tovább. Fel. Gondolom, hogy kiukadunk a oda, ahova kell. Ó. Oh. És ott egy láda. Na vajon mi van benne? Oké. Okay. Csomó diagram, és ez, a, ez az armor. Jó, meg egy ballada Gerd Witcherről. Jó. Tehát megtaláltunk a 7-ből 4-et. 7, akkor elvileg lesz Ursin crossbow, hoppá, crossbow is. Nem ezt akartam. Meglepi. Jó, hát elvileg akkor meg is van. Csak még ott elolvassuk ezt a másikat. Hát ha az ír valami... Igen.
Jó, tehát először voltak itt Archkelligen, aztán Spikerogon, hogy valamilyen szörnyet kellett megölniük. Jó, hát ez a Fort Etnir, illetve a Siren's Cave lesz majd a következő állomásunk. Viszont... ezt folytassuk, ha már itt vagyunk, illetve ezeket a területeket is itt felfedezzük. Legalábbis remélem, hogy itt ki tudunk oda visszajukadni. Igen. Hát jó magasan vagyunk most már. És te itt laksz? Hát, jó, amúgy. Gyere. Elszédülök itt ettől a HP-jától. De át kéne ugrani, mi? Igen, így. Újra. Jó lesz. Okay. Szivat engem ez a játék. Na gyere! Intézzük el. Na és most már hagyjatok békén. Trial of Dexterity Completion Token. Mondom, ezt kell majd visszavinni a fickónak. Itt meg... kipikkeljük ezt a Place of Power. Jó. Hát, fönt vagyunk a felhőkbe. Descend down to the cave entrance. Azt hogy? Hát ha én ott most... itt én le tudok csúszni. Ah. Okos. Szuper. Na és akkor itt indul a kév. Kell végigúszni. Hát
kicsit lootolunk is, ha már itt vagyunk. De azért figyeljünk a levegőre. Hát mint valami úszójegyzésen lennénk. Azért a ládáért még elmegyünk. És hát... lehet, hogy úgyis arra kell tovább mennünk. Akkor itt megnézzük, hogy mi van. Ja, ott mutatja is a térkép, hogy arra kell tovább menni. Hát itt megnézzük, hogy mi van. Két gargoyle azért volt. Surfaced for air and they nabbed him. Na de nézzük, hogy van itt valami, ami érdekes. Pénz, az van. Egy láda. Jó. Hát menjünk tovább. Pár csontváz. Elvileg ez már akkor a vége. Rats. Real pleasant place. Vagy nem a vége? És egy pár bandita még így a végére. Meditálunk egyet, csak hogy kint vagyunk a barlangból. Collect proof you made it to the end. Hát, na jó, de... volt itt valami? Hát lehet még visszamegyünk, mert ott a térképen jelöl valamit.
Lehet, hogy a vízben van valami, akkor csak benyomom még a ketet. Csak nem tudunk visszamenni, mi? Felejtje meg. Ja, nem tudunk visszamenni. Hát ez szívás. Na várjatok. Biztos, hogy nincs itt valami rés a pajzson. Nem lehet lemenni. Ez szomorú, hát elcsináltam akkor. Mindegy, menjünk akkor a fickóhoz. Elvileg ott van egy fast travel point, és akkor oda el tudunk menni. Swinging it, eh? You bring news? Couldn't complete the trial. Just as I thought. A man not born in the Isles can't hope to meet our challenges. You can try again, but I doubt you'll manage. You did try, though. Glory to you for doing that much. Grand those swords, but I can hardly trust the axe. De ahol, hogy nem vettük fel azt a szart. Na, bocsánat. Na jó. Oké. Lehet, hogy megpróbáljuk majd még egyszer. Már lehet, hogy itt. Nem, lehet még egyszer. Jó. Hát ott föl kellett volna venni azt a valamit. Jó. Na, akkor jöjjünk ide vissza. És szerintem majd be is fejezzük, mert kezd már későre járni. Maradunk még egyelőre ezen a szigeten, mert földerítjük majd itt a terepet. Okvetlenül. De mára legyen ennyi elég. Ahogy mondtam is, mára tényleg ennyi, már most már kezd kicsit késő lenni. Folytatjuk majd, hát lehet, hogy szombaton, majd még meglátjuk, még a szombati program az nem végleges, majd megbeszéljük, hogy mi legyen, hogy legyen, meg majd még kitalálom, lehet, hogy ezt folytatjuk, mert még azért sok teendő van. Jó, úgyhogy fogjuk csinálni, nyomjuk, jó? Oké, és na, én elköszönök, nagyon szépen köszönöm a követéseket, szubokat, síreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb holnap találkozunk, ugyanígy este 7-kor folytatjuk a programozás részét a streameknek, folytatjuk a grafikus osztályokat, még van belőle egy pár, azokat megcsinálgatjuk, hát nagy részt holnap, de fog maradni jövő hétre is. Jó? Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, én kívánok nektek további szép estét, sziasztok!